szoktunk ilyen tömegben. Zsibrik egy magyarországi kihalt település, ahol a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió támogató alapítvány 20 éve működteti drogrehabilitációs intézetét. Kanadai terápiás módszerüket 2000 óta alkalmazzák. Ez a szabályozott együttélés mellé szociális készségfejlesztés társít. Azok a fiatalok jönnek oda, akik úgymond megtérni vágynak, vagy megtérni egy pár fordulattal egy másik életből, egy droghasználó életből, és valahogy ebben a kietlenben, vagy ebben a kihaltságban találják meg mégis az életet. Szűcs József 12 évesen válogatott birkózóként vált a kábítószer rabjává. Több mint 10 év függőség után került a zsibriki intézetbe, ahol egy éve drog nélkül él. Körülöttem sok olyan ember volt, aki hitben él, aki így megtalálta újra a Istenhez vezető utat. Ez így értékrendileg átformált. A református egyházközösség zsibriki példára szeretne egy központot létesíteni Bácskosútfalván, vajdasági magyar droghasználó fiatalok részére. Ebben a kicsi közegben is tudnánk sorolni, sajnos nem túl rövid listát, akik a fiatalok a gyermekek között már személyesen érintettek kábítószeres kérdésekben. Első lépésként állami forrásokat, illetve támogatókat keresnek fel a drogterápiás központ létrehozásához, később pedig önkéntesek toborzását tervezik.